Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Tovább folytatjuk a kalandozást a World of Warships világába. És ahogy múlt héten ígértem, ki fogjuk most próbálni az aszimmetrikus csatákat, ami egy hát kvázi új csatamód, ami azért nem totálisan új, mert ugye egy jó fél éve lett ugye megszüntetve az aszimmetrikus csata. És most visszahozták egy kicsivel másabb formában. Akkor eléggé szigorú volt, mind tírben, mind létszámban, mind pedig hajók fajtáját tekintve. Most ez sokkal engedékenyebb, mert most már ugye nem csak 7. tírtől lehet menni, hanem 6-tól is, 6-tól 10 pluszig, ugye a szupercsata hajókig. És most már ugye lehet menni tenger alatt járóval is, hordozóval is, egyel-egyel, illetve úgy van, hogy 2 csatahajó, 2 cirkáló, meg 2 disztró tud egyszerre menni maximum. És ugye nagyon sokat fejlesztettek a botokon, mert ugye most nem ugyanazok a kópos botok vannak már ebben az üzemmódban, hanem kaptak egy kicsit finomultabb célzást, meg célzó mechanikát olyan szempontból, hogy nem a legközelebbi ember célozzák meg, hanem az, aki számukra látható és a legtöbb HP-juk van. Legalábbis ezt mondja a bemutató videó, úgyhogy érdemes kipróbálni mindenféleképpen. Illetve amit rontottak rajtuk a botokon, az a torpedózás. Ezt nem teljesen értem, hogy miért, de hát majd meg fogjuk látni, hogy ez milyen lesz. Jó, úgyhogy gyorsan bele is csapunk itt a dolgokba, és akik ma velünk lesznek, az nem más, mint Pizsamásdek, Schaller úr és Imre. Sziasztok, srácok! Guten Abend! Szép estét mindenkinek! Guten Abend! No, hogy álltok? Mivel menjünk? Hát minimum 6-os szint kell, nekem van 4 darab hajóm, ami ehhez szóba jöhet, úgyhogy én ezeket végig tolom ma, és kész. Szia, Karcsi, szia! Karrierem meg van egy Aobám, ami 6-os szintű, úgyhogy én szóval, meg egy Gokazém is van, de hát az Aoba Gokaze az ugyanaz, meg van egy Fubukim is itt eszembe, bocsánat. Jaj, tényleg, amit még nem mondtam. Tök jó. Hogy ugye még az is van az aszimmetrikus csatánál, hogyha mondjuk tier 6-ba megy a csapat, ugye akkor tier 4-es, tehát 2 tierrel kisebb ellenfeleket fog betenni. Viszont ha van 6-os is, meg 7-es is, akkor a 6-osra ugye 4-es dob, és a 7-esre meg nyilván 5-öst. Úgyhogy, ja és igen, és egy ilyen divisionben maximum 1 tier eltérés lehet, úgyhogy szerintem maradjunk a 6-osba. Mit szóltok? Igen. Szerintem is. Jó. Már őszintén nekem nincs is 7-es hajóm, úgyhogy én nekem a választás az némi kép egyszerűbbé válik ezáltal. Nekem is csak csalásból, tudod? Igen. Nekem egy 7-es sem kevés van. Esélyem volt, hogy éppen csöndbe fogok visszatalálni, de hát itt van velem Pizsamás, Akumo és Imre. Sziasztok! Most jutottam el idáig az én csatornámon, elnézést kérek. Na, akkor tőle mehetünk. Jó, szupi. Akkor redízzünk gyorsan, és akkor mehetünk is. Ja, és akkor tier 6-tól 8-ig mit lehet vinni? Hát, szerintem maradjunk tier 6-ba, próbáljuk ki. Annyi, hogy ugye ágamként ugye maximum 2-t lehet vinni, tehát hogy 2 csatahajó, 2 cruiser, 2 disztró. Úgyhogy ezt a tierpicet azt... Az, jó. Az mondjuk erős lesz. Hogy az beengedi a 8-as mellé, de úgy nem. Néz, hogy beengedi. Beengedi, csak a battle-t nem tudom megnyomni. Ja. Redis be azért tirpiccel? Pardon. Ismét. Látod? Eltűnik. Nem látom, nálam az zöld a redi. Hát nálad a redi, igen, de itt azt írja, hogy nem lehet. Jó. Akkor... Figyelj, szerintem... Lehet egy 6-ost inkább, jó. Egy szubot, egy szub 6-ost. Csak úgy kíváncsiságból, hogy ezzel engedi a csatát? Avval engedi. Igen. Aha, tehát ez sem engedi. Persze, mert ugye egy tír különbség lehet.
Nagyon-nagyon-nagyon régen voltam én a Cinematic Battle-ben, és már nem teljesen emlékszem, hogy hogy vannak a szabályai. Hát változtak elég rendesen. Jönnek, elég és rendesen. Akkor előjük őket, szerintem. Nem. Érdemes őket. Én konzervatív stratégiák híve vagyok alapvetően. Úgyhogy mindenkit rá, is lelövünk. És akkor én is így lelövünk. Csak egymás. Na, de akkor menjünk. Ja, bárjál. Hát még várjál, még Schaller úr még nem redizett. Pecsolat? Ezt kerestem. Na, szupi. Yes. Ilyen. 3-2-1. Indulás. Nagyon kíváncsi leszek. Nem tudom, ismeritek-e egyébként a Zig és Sárkó nevezetű francia rajzfilm sorozatot. Ez még soha nem hallottam, 21. század Tom és Jerry-je. Javaslom, Zig és Sárkó francia, tehát teljesen elmebeteg, a humora is, meg minden is teljesen elmebeteg, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, és abban vannak ilyen nagyon nyerő effektek, amiket le akarok lopni, és ugye Schaller, de például szereted ezeket használni. Úgyhogy majd szerintem majd ezen osztozni fogunk. Imre és Schaller, mi egy oldalon vagyunk, úgy látom. Hát azt látom, igen. De csak botok vannak ellenünk, az úgy nem lesz, hogy nagy. Ez csak botos, tehát itt nincsen, ugye az megszűnt az, mint régen volt, hogy player play-el, nem? Miért szűnt meg? Nem tudom, nem szerették valószínűleg. Fogalmam nincs, tehát tényleg nem tudom. Az a helyzet. Na, uraim, én beállítottam a teampanelt egyébként egész jól, és most tök jól látom, hogy jön ellenünk, azt mondja, hogy jön ellenünk 1-2-3 darab Alm Tekantam, mivel mi is mentünk, ugye, egy Cordoba, Algieri, Kurbékaiser, ellenünkön egy Vészlászett és egy Turbine. Mit Turbék, vagy micsoda? Figyelj már, most milyen nyelven van? Nem tudom. Srácok, beállítottam a teampanelt, és én látom, hogy ki jön ellenünk. Ezt akarom csak, ezt próbálom közölni egy némiképp közérthető nyelven. Úgy látom, hogy epic fél a dolog a részemről, úgy látom. Ezt alapból is kiírja a játék, az a baj. Megnyomod a tabot, és akkor ott írja, hogy ki ellen mész. Csak nekem most mindenki látja a képernyőmen is. Bocsánat, közben megyek ezért. Az enyémen is. Ne felfedezni, gyere, menj, hanem gyere át ide erre az oldalra. Oké. És gyere itt be a legvégére. Ott jövök egyébként, Timi. Jó, és innen a falhoz menj el, és ott elférsz. Na hát, ezt jó körbe lőtted. Na, kis ágyú, átfordulsz most már? És ami izgalmas egyébként, hogy ez a Legalisonnier, ez vajon kicsoda? Az nem én. Francőz is. Igen, az megvan. Akkor mi a kérdés? Az ungár is megrugod, ugrál is lő. Azaz. Meg az is. Ismerős. Valahonnan. Losetil Kaiser. Post-flooding, és van egy darab hitem, a másik torpi az elúszott. Ouch! Én már ezek gyújtanak. Kell valami ennek a Kaisernek is. Az szép volt. Kell valami ennek a Kaisernek is. Kis hajcsi. Hát a botel simán beleúszik a torpedóba, ez nem kihívás. Persze. Hát jó, csak itt ugye a mennyiség lesz a kihívás. Persze. Hát már egyel kevesebb. Igen. Hát gondolkodom, hogy hova tetted, édesim. Ugyan. Most ott. Jó, megyek. Asszus. Nem hiszed le magáról. A kis butus. Nem tudja, mit hagy ki. És pont akkor mozul le. Jó. Na, röppenjünk. Azért keményen jönnek éjszakról a srácok. Na, ezt így... Kicsitereztem az olajat. Na, rotty. Azaz. Rotty az is, így van. Hú, ez a spanyol az jó. Szaló. Szia! 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 Hello, nem hall benneteket, de hát... Most hello. Óriási. Hello. Jó éjszakát, kicsi. Tulajdonképpen egyébként most a mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy a bázisunkat ne hagyjuk elfoglalni.
Hó! Aj, de béna voltam, jaj, uraim! Na jó, nem voltam béna. Meglepett a bort. Kicselezte a torpedókat. Elkezdte csúfolni, hogy mi? A lóbot? Nem, kicselek, belefordult, kifordulta őket. Elmentek mellette. Ez szép. Ez újszerű. Lehet, hogy csak véletlenül pont akkor akart fordulni, és... Az szép. Másodszorra már nem. Ott a jó Kaiserünk, jó. Meg ott na a distro. Na jó, aha. Na jó. Jó Kaiserünk kapott még két torpit. Ezt most elbéneztem. Ezt most nagyon elbéneztem. Nem baj. Egyiket megkaptam megint csak. Hacsi most kap mindjárt még egyet, aztán akkor ez jó lesz. Oké, Piko. Megtennétek, hogy egy picit nem lövitek ki azt a Kaiser, csak egy picit ne lőjétek még, egy torpit, hadd. Csak neki szólj, hogy ő is előjön addig, jó? Hey Kaiser, légy, ne lőd ki a kumot, légy, Kaiser, köszi. Na. Na. Jó. Köszönöm, most már kilőhetitek, most már alig van benne valami. Oké, jó. Tessék. Így volt kiszámolva. Köszi, Schaller. Na, figyú, akkor szerintem csoportosuljunk, és akkor... Ja, ott van a disztró. Igen, engem detektáltak itt. Igen. Nem mozogja, amikor célzok. Te mocsok. Öcsém. Kocsok. De is pont rossz irányba ráadásul. Itt egyébként én azt vettem észre, hogy 10 kilométeren belülre lőnek pontosan. Mhm. Azon túl nem. Vagyis hát azon túl úgy, mint normálban. Béna. Vigyázzatok a izével. Torpik, igen. Na! Nem mondod! Jó van már. Apró mocsink target. Azt hadd legyen az enyém. Az spattant. Akkor is az egyém lesz. Csatahajók jönnek éjszakról. Én torpedózom őket, amennyire csak tudom. Helyes. Bízunk benned. Ahogy sejtem, Schallernél már van egy pár K-sebzés. Csak 51 000. Na, azért mondom, hogy láttam azokat a torpedókat. Ó, és nem teljes szalvó. Sentiét neki. Nem sebeznek ezek olyan nagy után. Hát jó, csak mivel nem térnek ki, ezért eléggé érdekesen alakul itt a... Ja. Hát az... egyik torpedómat kikerült. Oh boy. Ezt meg kell bosszulni. Nem. Nem vártam eleget. Dobunk egy torpedót az erdőbe. Jól van. És akkor még valahol lesz még egyébként két cruiser, meg egy distro. Egy distro jön éjszakról. Az gyönyörű. Két torpit kap a hátsó. Megkapta, jó? Azt nem hiszem el. Sem minden igaz, akkor megkap még kettőt. És fordul. Jó, nem ő fogja kapni a torpit, meg fordul. Oh boy. Jó, oké. És itt elbénázgattuk. Nem ári mi. Mi van? Mi lenne? Na, szép. Fordultam nektek a hajókat. Azt nem azt mondtam, hogy amit te csináltál, az ne lett volna tökéletes, csak az, hogy amit az a gyökér csinált ellen, az meg csúnya volt. Hát hárman raj! Azt a disztrót próbáljuk már leszedni, basszus! Azt egyszer próbáljuk meg leszedni, mert én semmit nem tudok tenni alá, tehát... Még nem. Mert csak. Azért mert csak. Jó. Na. Bocs. Ezt most elvittem. Jó, tetted, csak bátran. Szerintem felesleges volt. Egy kordobba van.
Én tudom, hogy kamikáze mozdulat, de én rámegyek erre a disztróra egy picekét, hogy úgy... Hát az tényleg kamikáze mozdulat. Érez ő is, de most érted, most kín van egy pár torpedóvető, mert most... Mondjuk, mit tudom én, itt kicsit szórnak a torpik, de hát egybe belemegy a korunkba. Imi, te merre vagy? Imi a tengerek alján már. Ó, de jó. Jó, a disztróval elboldogultok, mert akkor én meg elmennék a két cruiserért. Szerintem talán. Jó, akkor elindultam arra. Jó, most még bombál. Én meg is maradt benne 300. De most már elsüllyed. Jó, na, kényelő volt. Na, a szekunderi elvitte. Bocsi. Szép volt, szép volt, szép volt. Bocsi, hogyha én ott hagyok egy pár úszó torpedót így randomba, de... Nem baj, hogy ússzanak, az a dolguk. Ez milyen érdekes... Csak nem egy cita. Figyeltél, Piko? Figyeltél, Piko? Ez szép volt, ez szép volt. Na hát. Figyelted? Ez a bar. Kapta a torpikra, tűnik a torpik szemből. Igen, látom. Basszus. Az nem fog jól esni. De rossz szívbe mentem rá, srácok, de rossz szívbe mentem rá, de nem baj, mert... Jó, azt nem fogom eltalálni. Szia, Andorz! Szia, Andor! Kultúráltat, kultúráltat, jó estéket! Hello, hello! Na nézzük, a Danait van értelme bombázni egyébként szerintetek? Mert á, farol kifele. De egy overpent azért kapott. De jó. Na nézzük a Danikát. Gyönyörű hogy sikerült? Azt hiszem két cita vagy három, nem tudom. Az szép lehetett akkor. Maradékot azt gondolom bízhatjuk a secondary. Hát talán. Azt már intézed. Ennyi. Ja. Na, ráadásul tényleg a secondary volt. Aztán. Hát az. Na, ez jó volt. Nem mondom, hogy ezért nem kihívásos a történet. Tök jó volt. Hát, nem. Randomhoz képest abszolút nem. Jó, hát randomhoz képest nem, igen. Agyagalamb lövészet. Igen. Igen. De sok agyagalambot kell lelőni. De viszont jön a community pont. Uh-huh. Az jó. Ja, tényleg ilyen Naval Battle-t most nem kell triggerelnünk, jut eszembe. Várjál, mindjárt megnézem, hogy hogy állunk azzal. Péntektől indul a hétvégi, péntektől vasárnapig megy. Hétközben csak annyi, hogy az egy ilyen szűrő, hogy az inaktív klánok ne kerüljenek be. Tehát ahol nem, vagy csak egy ember van, vagy egy sincs, csak úgy létezik a klán, de nem úgy van semmi aktív, azokat ne rakja be a poolba. Tehát hétközben valamit kell csinálni, vagy minimális dolgot a csapatnak, hogy meglegyen az a részvételhez szükséges XP, vagy akármi. És hát hétvégén a Naval Battle az meg random, mindig más a feladat, van amikor egy másik klán ellen megy, tehát klán versus klán, van amikor meg csapat, vagy berak egy csoportba, összerak mit tudom én 10-20-25 másik klánnal, és ott minél előrébb kell végezni a sorban. És a feladat is más, tehát van amelyik héten XP-t, base XP-t kell gyűjteni, van amelyik héten sebzést kell gyűjteni, van amelyik héten, meg hívják ezt, ribbont kell gyűjteni, meg adott mennyiséget, és akkor így. Közben nyomjatok egy Reddit. Megnéztem egyébként, van még gyűjteni valunk. Úgyhogy... De alakul, úgyhogy... Egyébként most pont az előző körben volt az, hogy egy olyan inaktív klánt szedtünk össze magunknak, hogy ugye mit, valami 14 csillagot szedtünk össze, ők meg 4-et, vagy valami ilyesmi, tehát hogy... Ouch. Schaller? Ouch. Hát én nem is tudom. Mi van ott? Cirkáló csata a hajó, vagy... Gyere disztróval. Van. Nem éppen azt nézem, van. Hová lett? Ja, miért azt keresem, ami egy tírrel magasabb? Mezsejétek már nekem. Hát, nem tudom. Szóval a Clan Mission 15.900 Basic Speed-t kell gyűjtenünk. Itt a Naval Battle-hoz. És... Az hamar menni fog. Persze, te kire disztél? Is lesz. Ja, azt mondja, ki? Offline vagy jó, semmi. Ki? Ah, semmi. A Division-ben az volt. Ez ismerős. Na hát... Figyelj, ez mindig ugyanazon a pályán fog menni? Hát... Nem sok pálya volt, amin én játszottam. Csak most éjszaka. Neked éjszaka van?
Én nekem elég éjszaka van őszintén szóval. Nekem nem. Mondja, hogy Koenig, Tiger, Canute, Kaiser, Kurbe, Yamaha, Hawkins. Tügeltük a... Itt nagyon nem éjszaka van, itt olyan szép nappal van. Hát... Mert múltkor ugye meg más például nálam volt probléma egy bizonyos térképpen, hogy nem volt vihar. Ja, igen, tényleg. A Operation alatt. Cherry Blossomban nem volt vihar nálam, meg még valaki másnál se volt. Jól emlékszem. Ha másik dimenzióban játszottuk volna ugyanazt a pályát. Elszórsz pár torpedót? Torpit? Persze, persze. Ezek a beköszönő neblő torpedók. Taktikai atombombák. Lássák, hogy vagy. Meg ugye, hogy maradjon repülőm a csata végére, tehát, hogy Hát, ugye, ott már vannak. Ich bin spotting, úristen. Ja, gut, schön. Komm, spot, schneller, spotten, bitte, spotten. Schneller. Azaz. Én most spottoltam itt mindenki is. És igazából a leghátul lévő Kaisert kéne nekem itt lekapni, mert... Dobjál le valahol egy vadászt ott, ahol sok hajót látsz, de ott, ahol a légvédelmük nem lövő le gyorsan. És az folyamatosan spotton tartja őket, amíg fönrepked. Há, se fordul. Csak most még nagyon együtt vannak, úgyhogy... Azért mondtam, hogy légvédelme hatótávon kívül. Jó, na, sikerült kilőnöm a Kaisernek az izét, a motorját. Az jó. Megkinnék akkor oldalról a Koeniget. Ott van egy szép distro egyébként, csak szólok. Úgy, jön ám. És miért engem lő? Mert ott vagy kéznél azért. Szimpatikus vagy neki. Na, ez csodás. Valahogy így lesz majd. Menjünk. Hát, ha bement most egy Hawkins. Igen, látom. Egy nagyon okos hajó. Ez miért nagyon okos? Hát a Stephen Hawkins azért. Ja, ó, bazm. Oké. Vigyázzunk kéne bázisokra amúgy, nem? Igen. Hát nem ártana, ha nem foglalnák el. Az egy instant fail. Én megyek akkor a bázist védeni már, amennyire ez ilyen hülye hangzik így repülőkkel. Pont azt szedett ki, hallod? Na, akkor én is átirányítom magam ide. Négy hajó van itt. Hallod. Gyorsan át kell menni. Nagyon gyorsan át kell menni. Itt nagy bajok lesznek máskülönben. Omaha. Hoppá. Jajaj. Rombolóval, citadellát lőni a cirkálónak? Köszi. Az szép. És ezek egymásnak mentek. De komolyan. Na most aztán kapom az ívet. Most is. Megláttak. De figyelj, mint hogyha... Aha. Jó, semmi. Nagyon gyorsan be kell menni. Jaj, még az is. Na nem áll. Kiszedték a battleshipünket? Igen. Persze. Neki ment az egésznek. Neki ment 5 hajónak. Szemtől szembe gondoltam. Amúgy nem kell nagyon gyorsan bemenni. Elég, ha spoton vannak tartva, vagy visszalőve. Ha egy bázis van, az 3 percig tart elfoglalni, tehát van idő. Na jó. Csak mindig vissza kell lőni a hajókat, hogy amelyik húzza, azt meg kell lőni, hogy lenullázza a húzását neki. Rendben, csak benne leszünk, benne vagyunk a dologban. Ilyenkor a CV-nek a legfontosabb dolga, hogy spotolja azokat a hajókat, amik bent vannak a capkörből, hogy lehessen őket lőni. Azon vagyok, én azon vagyok, mint látjátok. Most. Na, ez most jó lesz. Egy picekét így most így... Szkúzi bénázok. Azaz, na végre. Befigyelt. Igyekszik az ember, tudod, hogy van ez?
Ezek a fránya citadellák. Ezt a Königet ott ki kéne kapni egy kicsit. Viszont a bázist azt nagyon kapják, sajnos. Atyát nem? Ja, jó, semmi. Na! Agresszív vadállatok. Sallert, te megpróbálod azokat a csatahajókat megtorpizni? Hát, ha? Hát, meg, de attól függetlenül megyek visszafele, csak nagyon rossz pozíció vagyok, mert meg kell kerülnöm mindenképp a szigetet. Mhm. Jaj, de jó, itt van a Podvojszki is. Meg a ma két romboló is rajtam. Jaj, de király. Na nézzük csak. Áááá, és passzos, pont bele a hegybe. Talán nem. Jó, picit sebeztünk. Én küldöm a cséhákat. Miket? Csatahajókat. Nem igaz, hogy a... Csillagharcost? Az EU-konform rövidítések azok így nem... Nem legalább sikerült beleküldenem valamit ebbe a Tigerbe. Na most itt az a probléma, hogy mellettem vannak, de nem látom őket a füstben, viszont ha kijövök a füstből, akkor instant meghalok, úgyhogy... Lehet, hogy a Tigert sikerül picit megabuzálni, de lelőni nem sikerült, de sikerült abuzálni, jó. Még egy kört a tágerbe lőjön bele valaki, mert akkor ez meghal. Mindjárt megy secondary-vel. Oké, akkor viszont nem lövöm a tágert, jó? Jó, mindegy. Lövöm ezt a huang akármicsodát, mert ezt is ki kell szedni, ugye? Azt is, azt sem árt, igen. Jó. Jó, most muszáj pedig bombázni. Ki detektált engem, nem vagyok szívbajtán. Nem én voltam. Eskü. Jújjúj. Jó. Én itt kezdek elfordulni, mert... Jó. Soka. Jaj! A sziget. A Tiger. Az a baj, ez a kurvet, ez nem nyelte be a torpedókat. Csak egyet, így megél. Megpróbálom kiszedni a Tigert. Sikerült kikapni egy izét, egy battleshipet bombázóval, tehát nem torpedóval, bombázóval. Van baj. Ujj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 j
Mondjak arra a kurbéra ott messze onnan, aki egy picikét ég vagy az lézeket. Az elsüllyed, nem? Úgy tűnik. Azt már intézem. Jó, szuper. Ne lőjön ki innen. De nem. Akkor intézed. Hát... Jó, intézem akkor. No. Jó, nem kell intézni. Jó. Én ezzel ráküldtem ezt a két bombát, mert csak a feeling miatt is. Viszont jön egy kőnik. Nekem nem a kőnigővel van bajom. Jó, én azt tudom, én viszont most éppen arra repülök, hogy nekem az, az praktikus megszedni. Áááá, nem így persze, de... Jó, menjünk is szépen innen el, mert... Na, ügyi. Csak az önézetben a bombázom itt. Persze. Fasza. Mert húzi. Már rálőttem az ágyúval, folyamatosan lőttem. De mire kiködölte, vagy beködölte magát, addigra már... Hát nekem összesen 2456 hitpoint van gyere még hátra. A lelkemben. Engem itt nagyon lőttek. Nem baj, de helytálltál. Ez a lényeg. Pontosan? Pontosan, Emi? Pontosan. Szégyenérzetnek helye nincs. Hol az a romboló? Valahol itt jár. Igen, ott láttam utoljára, csak a füstben ott van a... És hallod már gyújt. Nekem most fura módon egy messziről küldött torpedóm betalált a CH-ba. Abba a Königbe, Milóba. Csillagharcosba? Miló Wikibe, ja, betalált. Na, tessék spotolódni.
Aha, jó lesz ez így. Na, figyelj, innen elküldjük, aztán meglátjuk, mit csinál. Vissza kell menni. És az egyik bement így is. Nagyon jó. Valaki ezt a disztrót szedje már, mert ezt rám céloz. Rám lő. A disztró? Hogy lőne már rád? A Podvojski. Podvojski tőle ne félj, ez egy csatahajóba. Az sokáig kell lőnie, hogy nagy kárt tegyen benne. Jó, csak kigyújt, akkor cseszhetem. Okay. Ez nem az a szög volt, ami ennek volt értelme, de... Már csak ők vannak itt hárman. Uh-huh. Ott van attól a Kaiser is. Oh. Viszont abban van bőven. Oh, a Kaiserbe tudom, ott megyünk bombázni, ne viccelj. Torpedózd inkább, mert az... Oké, okay, most, jó, na, most csak egy légvédelme. Egy olyan bombázón van, tehát hogy... Jó, bocsánat. Oké. Okay. Na, két overpen, nagyon jó. Két overpen sokkal jobb, mint az egy overpen, nem? Hát hallod, ez annyival jobb, hogy hűha. Na. Van ezen a hajón elvileg Citadel is, legalábbis a gyártók szerint. Ugye, nézzük meg, sikerül ezt megtalálni. Mindjárt lelőképként a bomba az, amit úgyhogy megyek már torpival is, csak... Most egyelőre ugye az van, amit a kormányszakerbelül tudunk kapni, azt... Azt a Kaisert, hogyha valaki elkezdené szedni. Már el van kezdve szedve, hogyha megkapna végre. Meg az anyját hozt. Jó, megyek a Kaiserre. Ezt a Giussano-t szedjétek ki. 900 HP van benne, 950. Oh. Én azt szedegem másodlagossal ugyan, de... Kaiser ott meg messze van. Uh-huh. Sziget mögött. Akkor a Giussano-t szedjétek, mert az a baj, hogy én most nekem itt szöget kell emelnem. Fakír vagy? Igen. Ács. Jó van, ez meg lesz. Oké. Okay. Oké, okay, hát figyelj, van még ott az a Kaiser, ott a messzeségbe. Kaiser Slauten. Hát valaki arra rámegy. Azon vagyok, azon vagyok, azon vagyok, ne panik, azon vagyok. Én már healből kifogytam teljesen. Na, és kanyarodik a gonosz, az orv, kanyarodik. Hülye angolok. És úgy kanyarodik, hogy a torpedó meg kizélény. Úgyhogy nem ügyetlen is látsz azért. Szia, Slider! Bizú! Hát ez nem a legjobb szög, amiből itt rámegyek erre a kollégára, de most ez a szög van. Szög van, volt és lesz. Igen, 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 igen. Tudom már, mit felejtettem el, hát mi nem szóltok rám? Mit? Nézzük. Ködölni előttem? Hát a zene! Diundi. Nem. Apa. Ez nem az a fajta. Nem? Ez nem a Diundi sun. Pedig az a legjobb. Ez egy örök zöld klasszik. Headway, what is love? Bratislav. Baby don't hurt me. Na nézzük. Ugyan félgőzzel menne csak a bombázőm, de egy torpedó azért így is bement. Traveler, Egyesült Elemben megszületik a bolygó kapitánya? Azaz. Csak rossz szögben van a Kaiser, így nem sok torpedót fog tőlem kapni. Tőlem viszont fog. Na majdnem szembe jön. Igen. Ujjjjj! Jó, pattant, éljön. És végre most már nyílt vizem van egyébként. Úgyhogy itt már nem a szigetek között manőverezik össze meg vissza. És szépen meggyújtottunk. Na. Most ki? Azaz. Schaller torpedóit kiízélte. Hát az azt mondtam, hogy... Kevésbé. Igen, hát neked nagyon-nagyon szarszükben volt. Na ez is... Na ez most már csak ez jó. Na jó van. Az ezt a kettőt feleresztem még felé. Na a hatot, az gyönyörű. Na, jó van. Az is zó sőn. Most azért volt sebzés is a... A ribbon mellé. Most nekem is volt, hál' Istennek. Mennyi lett? 11 ezer. Nekem most csak 101. Á, nekem most csak 130. Négyen sikerült citáznom.
Na, szupi. Figyelj is, a base XP-ket meg szedjük, mint az állat. Na szóval, 20 torpit sikerült beküldeni, 4-et sikerült citázni. Na srácok, hogy értékelitek? Menjünk még aszimmetrikust? Menjünk. Én igazából vagy izé, vagy hogy hívják, operations, vagy ilyen aszimmetrik hívő vagyok. Én még tanulok azért. Hát de most tényleg, ha nem tanulnék, hanem úgy jó is lennék, akkor... Na jó, csak... ...lőnék, tudod. Ilyen kacsák ellen tanulni, nem tanul semmit. Hát igen, egyébként. Torpedót szerint azért, igen. De hiába, mert a randomban nem úgy fognak, nem úgy kell torpedóval célozni, mint itt a bot ellen, mert az belövött, az arra megy, belemett, kész, nem szarik rá. Vagy rankedbe. Élőjátékos az nem így fog foglalni, nem így fog reagálni a torpedókra. Persze, egy szemmértékedet azért fejlesztértől függetlenül. Tudod? Hát... Jó, csak mindig. Nyilván itt több a sikerélmény, meg könnyebb őket kilőni, meg kevesebb a bosszankodás, de... De igen. Sokkal lassabban is jutsz előrébb. De most minden szempontból. Tehát, hogy mondjam, tehát addig, ameddig én az ilyen botos csatákban fixen nem viszem el a dupla torpit állatokat, addig én azt mondom, hogy én még tanulok. Tudod? És a... Tényleg. Igen? Jó. Majd. Na, jó van. Na akkor, Sallár, hogyha redizel, akkor mehetünk is akár. Szarandomolhatunk is, csak abban nem fogok tudni ennyit hozzátenni, félek a játékhoz. Hát de jobban tanulsz tőle. Ja. Na, mehetünk. Menjünk. A Warspite volt a legelső, nem, bocsánat. Vagy az első, vagy a második prém hajom. Prém, vagy prém, mert hogy... Prém. Mint prém vadász, vadász nélkül. Lótsön. Most azt nem tudom, hogy ez Sánhorst előtt volt, de azt tudom, hogy akkor kezdtem el Warship-szezni, mikor a Facebookon volt egy Wargaming-es quiz, és előtte World of Tanks-oztam, és válaszoltam a kérdésem, mert miért ne. És már el is felejtettem az egészet, és egy ilyen 3 hónappal később kaptam egy e-mail, de nem a Wargaming-től, hanem egy tök ismeretlen e-mail címről, hogy nyertem, és hát megadja meg az adataimat, hogy hova postázzanak. Én azt se tudtam, mit nyertem, kitől, mitől, mi van. És hát a kis csaj, aki intézte a levelet, az se volt a helyzet magaslatán, mert nem nagyon akart válaszolni. Aztán nagy nehezen leesett a dolog nekem is, hogy mikor nyerhettem meg mit. És hát kaptam egy ilyen ajándékcsomagot végül. Mondjuk azt nem kérdezték meg, hogy mi a póló méret, úgyhogy csak adhoz dobtak egy pólót, ami vagy jó lesz rád, vagy nem alapon. De abban volt a Warship, a Sánhoztak a kódja, és az volt az első úgymond nagyobb prémhajóm, amit nyertem, és akkor kezdtem el utána igazából Warship-szezni. Az igen. Itt vannak. Igen? Szia, Henki! Halljó, Henki! Ja, hogy hello, egymásnak hello. Köszöngettek, jó van. Én itt nagyjából már fordulok is vissza. Mert már detektáltak. Skippeltük ezt a zenét, mert egy kicsit akadozott. Tudom, gyári hibás feltöltés. De nem, ez is akadozik. Mi van ezzel? Ezzel mindig meglepődök, hogy citát tudok lőni egy AE-vel. És megint. Na most ez gyárilag mind ilyen szar, mert akkor keresünk egy másik válogatást. Az abbától a Bonnie M-et, tudod? Oké. Szóval már elegem van belőletek, kimegyek a franciákhoz Londonba. Faszom. Akkor a Phil Collins-t lesz az I Love Sitcom, tudod? Egy kicsit kamikáze volt, de nem valami akár jó is lehet. De nem lesz az. Na jó. De. És nem ad be egy citát se, öcsém. Nekem ad.
adogat szép lassan. Adogat? Ez tenisz, vagy? Igen. Biztos, hogy hajózol? Igen, igaz. Remélem. Hát, basszus. Jó, közben váltott irány. Jó. Na, mennyi haza? De nem, el se találom. Ez vicc. De rossz. Sajnos én is így vagyok. Ah, és még meg is torpedóz, ezt a szégyen. Ó, kétszer is. Ó. Nem, csak egyszer. Ó, és itt egy sziget hallod, bocsi. Egy kivilegítetlen sziget, mi? Az meg a másik. Azért. Ez nekem ilyen székely vicc volt, tudod? Azért. Igazán, nem félek oda. Jézusom! Ki van ott egyedül túloldalt? Én. Oké, Sallor, akkor kicsit jövök, torpedózgatok neked, akit érek, mit szólsz? Dől a fa. Köszönni ki fog. Ez francia, de la fa. Na, én most tátott szájelbenre szaladtam az AA erdőbe. De hát, hogy most érted, megyek, mit tudom én, keresem a szöget, minden, és akkor te kivilegítetlen csatahajó. Tehát, hogy... Ja, mert nálam, hogy megint éjszaka van, és így különösen jó torpedó célozni éjszaka. Torp? Mi? Hát, ezek is szét csinálnak így, hogy egyedül vagyok itt. Gyere felé erre, gyere erre, és akkor jobb lesz a helyzet. És megint megtorpedóz, megőrülök. De hányszor? De hányszor? Ez halálkomor, az Orion engem konkrétan kifordul. El is süllyedek, a francba nem tudok javítani. Á, nem, kilő előbb. Á, de szabálytalan. Leső volt, vagy mi? Ez persze. Lesen voltak, mind. Húha. Na nézzük. Itt viszont majd Ati kell majd némi okay, gyújtogatás. Torpedózás, mi egymás. Melyik volt az? Nem. Ez az előbb, ez akadt, azt hiszem. Ott megállt. Szép, bárki is volt. Jó. Én követtem el. Jó lenne, ha befejeznéd. Ki? Ja, csinálom. Te. Én most épp el kell fordulnom, és mindent is meg kell fordítanom. Oh, bakker. My god. A mold két, azt kivégzitek, ugye? Igyekszünk. Csak most kaptam egy szép citát. Akkor én elkezdem a Kaisert kapni, jó? Nem jó, ez akad. Úrűn! Szerintem nekem így nagyjából ennyi. Na már. Hát figyelj, van 2000. De most ezek miért akadnak? Befejezem a moltkét. Léci. Oké, van itt. Mert nekem itt tényleg összeltek. Próbálom kigyújtani ezt a Queen Mary-t, de van egy olyan sejtésem, hogy ebből nem lesz túl sok minden. Oké, sikerült kivégezni egy darab battleshipet, de... De ott van még kettő bakker, hát most... Oh boy. Hát ennyi. Ez botrány. Jaj. Basszulj meg, Ati. Queen Mary tört meg. Azon vagyok. Ahhoz állom, kapott kettőt. Helyes. Adj neki.
mindjárt kapja a következő kettőt, csak megint picikét A erdőben vagyok. Én ezt nem értem, hogy mi a szaré szaggat, baszki. Mi szaggat? A zene, hogy a játékot fölrakom teljes képernyőbe, el kell szakítani. Egy időnként így kimarad belőle egy rész. Eddig nem volt vele semmilyen probléma. Ez CPU battle-nek. Vagy rossz a Motorola-ja. Lehet. Ne. Elnézést, elnézést. Az szép volt. Elnézést. Ez mennyi volt? 14, 3, 4? Kinek? Neked. De egy kicsit nagyobb szöget az ágy be. Hát nem az a baj, hanem az, hogy konkrétan menekülök, tehát. Hát jó, úgy. Mindenki rám lő. Nem, mert Attila nem rá céloz. Molly, Molly. Viszont Attila... Nem, semmi. Tudom, konkrétan eddig 4 torpedót hattam ki a Queen Mary-n, és így nagyon-nagyon lassan megy, és így... Au. Hát, rajtatok a világszeme. Szikrázik a hajó. Igen. Javítják. Mária királynő. De nekem miért nem működik az autó? Meg... Autó? Én navigálnék a hajómmal, és nem működik a navigáció, tehát na végre. Jó, elindultam el. Igen, mert a rossz felé mész. Ott az a battleship, a Queen Mary. Szóval nem feltétlenül olyan egyértelmű ám ez a aszimmetrikus csata. Igen. Nem lehet ezt csak úgy elvinni mindig. Persze nem, de nem is baj ez, csak... Sok mindent lehet mondani erre a játékra, de grafikailag nagyon ott van, tehát... Szépen meg van csinálva. Szerintem valahol oda bújj be majd. Ott az E2-3 közötti kis csúcsba valahogy, nem tudom. Bár az a baj, érted, ez is sok mindenkit kell még meggyilkolnod, nem tudom mikor fogysz ki a repcsikből. Hát igyekszem, hogy elnyaragadnék egy ilyen helyen. Első könyörből. És az a nagyobbik bajom az egyébként, hogy félek, hogy előbb fogják elfoglalni ezt a nyomorultságot, mint ahogy én kifogynék repcsikből. Tehát... Hát sajnos igen. Ennyi. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy ugye vannak ezek a hibrid hajók, ami ugye csatahajó plusz carrier. Hiszem. És abnak ugye az a feature van, hogy nem tud kifogyni a repülőből. Na nem áll. Mi? Hát Diffy, hát ez van. Diffy? Hát mi a Diffy van már? Köszönjük, Andor. Bálna Jézus Mária Szent József. Hát igen, az a baj, hogy nálam valami részaka volt megint. Ez valami mód. Biztos valami mód. Az. Akkor az elején miért nem volt éjszaka? Én nem tudom. Na most rácsok például, ez most így nagyon, nekem nagyon égő volt, nagyon statorpedót lőttem mellé. Hát lesz ez még jobb is. Na ezért mondom, hogy ameddig ezek nem mennek, úgyhogy addig... Na, szerezzük a pontot. Én okorkoltatom a ezeket a... Schaller, Imi? Az élő embereket, de hát... Nem tudom egyébként mennyi értelme van itt cirkálóval jönni. Hát figyelj, most hoztam 75 ezer damage-et, az előbb hoztam 100 ezeret, azelőtt megint 70 ezeret, vagy valahogy így, tehát hogy mondjam, tehát azért teszek sebzést a kalapba, csak meg ugye spottolok nektek. Miért nem tudok redizni? Azt nem tudom. Jaj, meg két csata hajó van. Oké. Ja, cseréljek? Nem. Jó, ja, az nyugodtan így. Vele. Nem. Jó, az így. Nekem van választék. Gyere azzal, amit szeretném. Nálam is, csak a napi 50%-os bónusz ki akarnám lőni vele, tudod? Ne hozzad. Aztán majdom, hogy aubáznék én is egyet, meg egy furutak, vagy furutak? Az furutak én is egyet. Hát figyelj, jöhettél volna most is. Grafspe. Hallod? Most azért az irítség azért így hizlalja a májamat. Milyen irítség? Grafspe?
Hát nem tudom, mi? Ismered-e a hajó, de hát az... Nem. Mi, ez most egy másik pálya. Igen, ez egy másik pálya találkozottan. Mi történt? Az egy nagyon pöpec kis hajó, ugye az egy gyakorlatilag egy ilyen olyan csatahajó, ami cirkáló. Igen. Tehát azt hiszem, hogy a Shanhorstnak a lövegei vannak rajta, a kisebbik. Tehát az, ami a játékban is a Shanhorston van, meg ami volt is. De egy toronnyal kevesebb. Igen, hát nem jó. Kevesebb HP, gyengébb a hajótest, viszont 8 kilométeres torpedók vannak helyett rajta. Az nem rossz. Az nem rossz a 8 kilométeres torpedó. Igen. Most elkezdtem. Az egyetlen német hajó, ami 8 kilométeres torpedók vannak és nem romboló. Na. Uh-huh. Én elkezdtem csinálni az orvoszokat most, lelőttem egy poént. Én ment egy spoilereztem. És lelőttem egy poént. És hát ott meg ugye 4 kilométer. Úgyhogy még ez a németeknek ez a 6 kilométer és ég és föld. Ahhoz és képest. Az orosz torpedókkal mit csinálsz? Mert az ilyen, ilyen extrém csatározásban, amikor tényleg előtted kibukkan egy csatahajó, és akkor azzal kellene valamit művelni. Nézőket kérdezem, el. Hogy nálatok is darabos a stream, vagy csak én látom úgy vissza, hogy szaggat. That's not fun. Nem hangzik jól. Nem, mert ha tép, akkor viszont a nettel van probléma, és akkor azért akadt a zene is. Ezzel viszont nem tudok mit csinálni. Bohó, ez nem jó. Ez nem lett annyira. Rég volt már net problémám, de... De, jó. Gyere kicsit... Kicsit csatahajom, gyere ide, légy szíves. Én spottoltam itt eléggé sok mindenkit, most látjátok. Van pár CH erre felé. Én próbálok belépteni valamit is. Igen. Megyek ára, megpróbálom behúzni. Oksi. Bár valószínű szembe is fog jönni egy-két valaki. Jó, két találat. Ez egy ilyen játék. Igen. Már látnak is úgy, hogy biztos. Igen, itt van valahol, itt. Menjek arra? Jó lenne, mert valószínű, hogy egy... Hát mondjuk lő úgy, hogy látni fogom mindjárt én is, hogyha kimegyek a sziget mögül. A torpedó bent van. Na és ki lát honnan? Engem detektált az illető, aki ott van. Én még nem Juhu. Látom őt. Ott van egy Giussiano. Hey Giussiano. Pavarotti. Hát igen. Elvesztek egy torpedót, de hát most... Most úgy örülök neki, hogy... Dísz. Hátulra megyek a közeledő kurbéra. Nem 18 karikás a szóhasználatom, nem. Így hívják. Így, te hallod, te ezt... Kurbé? Azaz. Itt kurbék volnak, figyeled? Hupákolás hát, közben kurbék volt. Ez nem. 6 kilométerről adra egy darab overpen. Köszi. That's very nice. Azt meg... Miért engem lősz ott a csatahajó? Cseszed? Nekem egy a bajom egyébként ezzel a pályával, hogy itt nekem nagyok a távolság, úgyhogy én be fogok menni közelebbre egy picikét. Jó. Mert hogy muszáj, tehát hogy... Remélek én sem Miyogira oldalról. Beköszönök egy picikét. Lehet egy Giussianóra előbb. Még ezt elfordít belőlük egy torpit, akkor ez valószínűleg minden kettőt el tudjuk adni. Hallod itt azért, ez rendesen adok kapok. De szép. Aztán kap még kettőt a túloldalra, majd a kurbe is. Te miért engem? Komolyan mondom. Jó. Na, szendvics torpi. Remélem legalábbis ennyim is találni fog. Nem. Ez bérnagy. Jó volt, nem tudom ki szórta meg. Szép volt. Tallerte volt-e? Miógis kuka. Ez szép volt.
Oh! Az is, úristen! Azt már nem én voltam. Schaller, az szép volt. De én voltam, a szekunderi. Az is te voltál, úristen. Graspi. Hát jó. Azaz. Jó, én még itt középen egy Queen Mary-re. Hát szerencsém is volt, hogy nem kaptam nagyon citadellát a csatahajóktól. Igen. Elég komoly mennyiségű hajó volt ott rajtad. Közben rá meg lőnek. Ne hülyéskedj. Szerintem igen. Legalábbis valamitől fogyott a HP-m. Meg most megint fogy a HP-m. Ah, figyeled? Ezt nem lájkoljuk azért. Egy Giussiano rám ment. Rufol. És ott akkor innen most itt el is megyünk szépen gyorsan arra. Húzzuk a belünket. Hogy nem hagyják, hogy behúzzam a kepet, mert tűz alatt vagyok. Imi, nem akarsz kicsit közelebb jönni tankolni, hogy ne engem lőjenek? Hát fullba megyek, full tempóval, természetesen. Ja, hogy nem arra. Ja, bocsi, nem. Mindjárt kijövök a sziget mögül, és én is elkezdem a menekülést. Három, kettő, egy. Jó napot. Menekülünk. Na, rogy. Nem. Á, csak 5000 volt. Csak én nekem most töltenem kell, az nekem jó pár másodperc. Mondjuk 33. Jó. 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 És ezen a vackon meg nincsen. Jó. Megyek B felé. B megyünk a B-re. Itt egyébként jön nekem két csata, ha jó, meg ilyenek. Meg. Ja. Jövök teljes gázzal, srácok. No. Gyere. Jó. Te végé fél óra lesz, mire odaérek, de... De igyekszem. Nem lesz elég HP-m, hogy még egyszer eljártam ezt, amit az előbb. Én még mindig azt szeretném, hogy hogy csináltad egyébként, mert... Cirkáló elkezdett menekülni, háttal volt nekem, arra már nem nagyon tudott visszalőni, csak egy toronnyal talán. És a két csatahajót jobbról balról bemetem közeljük, és egy szalvó torpedó jobbra, egy szalvó torpedó balra. Aha. Azt finom. Szintélt. Mennyi HP-tek van, ez sajnos innen nem látszik. Ebben még maradt HP, az a baj. Ó, baj! Szép. A hajótásba ment a torpedóm, Istenem! Menekülj! Fut a gyáva. Na, mi jogit ezt elkapjuk? 2000? Nem már. Kinelőjél most! Azaz. Most már megadott, mert már két torpedom is. Van egy húzhúz valahol. Menjünk, vadásszuk le. Meg van még egy cirkálójuk itt errefele. Igen. Ott van. De hülye vagyok ott a hegy. Édes faszom. Szia Katura. Szia Máté. Hát fáradtan. Jó püspöröttyölés, köszi. Csátok, mi most akkor püspöröttyölünk. Püspöröttyölünk, ja. Addig se hupákolunk, tudod? Jó, hogy. Az meg a másik. Óvatosan kell az ilyen dolgokkal bánni. Na végre. Hogy vagyunk? Hát ja, fáradtan. És hol van arra? Ezért. Oda megyünk. Hát figyelj, ezt pontból szerintem simán lehozzuk. Épp időbe, Katura. Szabad tudni, mit csinálsz, hogy ilyenkor érsz haza? Vagy nem publikus?
Van az a bizonyos bár. Meg ilyen nincs. Már megint belőttem a hósról a torpedót, hát... Milyen hósó? Fokolhatná valaki. Ez, hogy alá. Úgyhogy ment a hós, és az orra alatt átment a torpedón. Vagy én nem is tudom, hogy, de valahogy nagyon alatt. Nem találtam el. Ez nem szuper mély vízi. Ja, mondjuk az tök mindegy, mert az anyahajót az is eltalálná. Uh-huh. Hát... Már lövitek egyébként az anyahajót? Hát már nem sokan. Hát 1000 HP van benne körülbelül. Nincs spoton. Ja. Mindjárt spotolom. Ott van, tessék, hadd lőjem én ki. Hát. Léti. Valaki már rálőtt? Hát én. Én de nem fogom eltalálni, vagy igen? De. Olyan vacsallat, nem igaz már. Azt a kis nyomorú torpedót talált, hogy se tudtam beletenni még. Bocsi, csak 6-ból egy talált el, és az is elég volt. Hát én nekem a 2-ből egy is elég lett volna, hallod? Így van. Na, közben azt akartam mondani, hogy ha megnéztétek mondjuk ezt a meccset, akkor lehetett látni azt, hogy nem a legközelebbi embert lövik. Nagyon nem. Igen. Nagyon-nagyon nem. Nem. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy seg hülyék, de... Hát ez... Ez egy AI szakértői szóval mondom. Na, akkor én most fogok lehet, hogy egy kicsi klasszot váltani. Nem tudom, mennyire lesz klassz ötlet, de... Én ezt a Fubukit megvizslatom. Jó. Mája, hogy állunk itt? On kell még XP is. 58. Jó. 58. Hát akkor tök mindegy, mivel jövünk. Jó van. Ugye most vagy cirkálóval, vagy disztróval tudtok jönni, vagy a Battleship az betelt. Jó, én most megvagyok a kis disztrómmal. Az igen. Én nem tudom, a Fubuki nekem őszintén szóval nem jön be. Uh-huh. Tehát én tényleg elkezdtem kiűzni, hogy legyen tényleg disztró is, meg minden, de én nem. Hát figyelj, van olyan disztró, ami bejövős.